Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntök itt mindenkit a TASZ 20. születésnapján. Boldog szülinapot! Reméljük, bizakodjunk benne, hogy esetleg inkább megpróbáljuk megélni a saját szabadságunkat, vagy ilyesmi, innen, amikor kimegyünk, akkor még ennél is szabadabbak leszünk. Szeretnélek rávenni titeket egy kicsi játékra. Azért hoztam ki itt ezt a kis asztalkát, mert ezt a szöveget életemben egyszer mondtam el. És kicsit aggódok miatta, hogy nem fog sikerülni még egyszer. De az oroszlán része a dolognak úgyis rátok hárul. Mert hogyha így csinálok, látok mindenhonnan? Akkor a lányok mondják azt, hogy szabad. Ha meg így csinálok, ha a jobb kezemmel fogom rátok a pisztolyt, akkor a fiúk mondják azt, hogy szabad. Hogyha azt mondom, hogy tartsunk egy próbát, akkor mondjátok, hogy nem kell. Tartsunk egy próbát. Oké, okay, akkor vágjunk bele. Kop-kop, bejöhetek? Szabad. Csak akartam kérdezni, hogy milyen az estéd. Szabad. Akkor oda bújhatok egy kicsit? Szabad. És ezt? Szabad. És ezt is? Szabad. Hát szerint... És, de az nem baj, hogy mindenki minket néz? Akkor is, hogyha mindenki minket néz? Szabad. Én szerintem inkább maradok állva. Kop-kop, bejöhetek? Szabad. Csak akartam kérdezni, hogy milyen az estéd. Szabad. És a családi állapotod? Szabad. És szerinted nyilvánosan azt csinálni? Szabad. Hát akkor éljen a Szabad. Szerelem, legyen Szabad. A csók, meg a sajtó, meg a szólás, meg a... Mi van még? Sajtó, szólás, vallás. Persze, ez mind legyen. Szabad. Na de hát hogy gyerekek, hagyjuk már őket, hagy haldokoljanak. Inkább énekeljünk valamit. Szabad. Élet. Szabad. Madár. Szabad. Aki. Szabad. Donjár. Szabad. Gyerekek, gyerekek. Ennél is bele kell nézem a papírjaimba. Igen, igen. Összehordasz itt hetet, havat. Hazudni nem ér, de attól még... A szociális háló szűr, mint egy szakadt filter. Én meg demokráciát építek, vadok egy debilder. A szociális háló szűr, mint egy szakadt filter. Én meg demokráciát építek, vagyok egy debilder. Ez az évszázad rugásgólya. A TV a képzeletednek határt ad, agolja az olcsó álmokat. Tehát a TV a képzeletednek határt adagolja az olcsó álmokat. Fellegvárat húzok fel, azt hittem, hogy könnyű lesz. De egyikünk sem ért hozzá. Ismersz? Szabad. Kőművest. Az egész világ az ellenedre tör. Legyél te a leggono adó ellenőr. Az egész világ az ellenedre tör. Legyél a leggono adó ellenőr. Amit ezek beszélnek, az csak kú arság. Amit ezek beszélnek, az csak kú arság. Amit ezek beszélnek, az csak kú szabadarság. Bízni bennük? Bízni abban a 20 emberben, akit színpadra fog állni? Hát azért fogadjuk őket is fenntartással szerintem. Nagyitól az 5000-est elfogadni? Egyszerűen csak kussolni? Játszhatunk egy olyat, hogy aki megszólal, az hülye? Oké. Okay. Mehet egy visszavágó? Kismacskát megmikrózni? Nem szabad. Kis helyen is elfér sok jó takony, a YouTube-ra feltöltött nyomorultakon röhögni? Jó. Kisebbségeket lejárató showműsorokat sugározni főműsoridőben. Főműsoridőn kihűl. Drótkordomba gabajodott vakrasszistát kigubancolni. Nem. Drótkordomba gabajodott vakrasszistát kigubancolni. Ugye azért ne hagyjuk már ott szegényt. Tekintetében mágikus delej volt, a hajléktalan a délinél kétszer is lelejmolt. Narkós koldusnak pénzt adni?
Hát... Én nem tudom eldönteni. Csak kíváncsi voltam a véleményetekre. Nem is kell hozzá vádirat. Kiírtani a nácikat? Reméltem, hogy nem is kell mondani, de akkor akárkit kiírtani? Hát igen. Abba hagyni ezt az egészet csak azért, hogy végre belevághassunk ebbe a szülinapi ünneplébe? Szabad hát! I'm gonna go to the bathroom.